Sziasztok! Ez az érettségi.com. Ebben a videóban Pest-Buda, Budapest reformkortól az első világháborúig végbe ment fejlődéséről lesz szó. Tartsatok velünk! Előzmények. 1686-ban a budai vár felszabadult a 145 éves török uralom alól, de ennek nagy volt az ára, ugyanis a város és a vár is teljesen megsemmisült, a várnegyedben egyetlen lakható ház sem maradt, a lakosság szinte teljes egészében elpusztult az ostrom alatt, a túlélők pedig fogságba kerültek. A városba és Óbudára a német fejedelemségek területéről családokat toboroztak a városok újjáépítési céljával, valamint a pesti síkságok és a budai dombok művelés alávonásának szándékával. Buda a 18. század második felében újra Magyarország igazgatási központja lett Mária Terézia és II. József intézkedései nyomán. Mária Terézia a Nagyszombaton működő egyetemet az újjáépített királyi várba helyezte el, II. József pedig a magyar kamarát és a helytartó tanácsot költöztette a városba. Buda országos közigazgatási központ, Pest a gazdasági és a kulturális élet központja lett. Buda és Pest fejlődésére is kedvező hatással volt a nádori udvar jelenléte. A szabad királyi város Buda polgársága és Óbuda mezőváros lakossága főként szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozott, míg Pesten inkább kereskedelemből és iparból éltek a polgárok. A valódi városi jegyek pedig még sokáig hiányoztak mind a két városból. A város a reformkorban. Bevezetés. Pest és Buda a 19. században az ország közigazgatásának, kormányzatának, kulturális életének és kereskedelmének központjává vált. A fejlődéshez jelentősen hozzájárult az, hogy a polgárosodó magyar köznemesség támogatta a város modernizálását, mivel számára a város a független államiság jelképe volt. A 19. század első felében, megvalósult fejlődésben fontos szerepe volt József nádor, Habsburg főhercegnek, az ő nevéhez fűződik többek között Pest klasszicista arculata, a Ludovika Akadémia, a Városliget rendezése, valamint az új pesti és lipótvárosi negyed fejlesztése. Széchenyi István programja Budapest fejlesztésére. József nádor támogatásával gróf Széchenyi István hozta létre azt az átfogó programot, amely a modernizálás minden területét magában foglalta, és végső célja Pestnek és Budának Budapest néven történő egyesülése volt. Már Széchenyi István édesapja, Széchenyi Ferenc is részt vett a város fejlesztésében, ő alapította a Magyar Nemzeti Múzeumot és az országos Széchenyi Könyvtárat. Széchenyi István az 1825-27-es országgyűlésen megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, amely által Pest-Budát az ország szellemi központjává emelte. Jelentős szerepe volt többek között a Lánchíd megépítetésében, a Nemzeti Színház megalakulásában, a hengermalom és a hajógyár alapításának támogatásában. Szorgalmazta a gőzhajózást, 1835-ben megalakult a Dunai Gőzhajózási Társaság. 1846-ban megépült a Pest-Vác vasútvonal, de a vasút, amely Pest centrikusan épült ki Széchenyi javaslatára, csak a 19. század második felében érezteti hatását. Széchenyi tisztában volt azzal, hogy az általa is elképzelt nyugat-európai polgárosodás csak akkor következhet be, ha a társadalmi rétegek kapcsolatát megalapozó intézmények is létrejönnek. A nemességet Pest-Budához próbálta kötni az évenként megrendezett lóversenyekkel, az 1827-ben létrejött pesti kaszinóval, valamint támogatta a színház építését, a magyar nyelvű színjátszást.
Magánemberként anyagi forrásai, kapcsolatai és befolyása felhasználásával vett részt a fejlesztésben, a szabadságharc azonban megakasztotta a munkáját. Gazdasági fejlődés. A gazdasági fejlődés az 1830-as évektől felgyorsult, amelynek eredményeként Pest gazdasági központ szerepe megerősödött. A terménykereskedőknél felhalmozott tőkét az infrastruktúrába fektették, úgy mint a hidak és a közlekedés fejlesztése, valamint bankokat és gyárakat alapítottak, az elfogadott váltó törvény által pedig javultak a fejlesztésekhez szükséges hitelfelvétel feltételei is. Főként a mezőgazdasággal kapcsolatos iparágak fejlődtek, valamint a közlekedés és az ehhez kapcsolódó áruszállítás területén is igen jelentős változások történtek. A kialakult gazdasági lehetőségek és a látványos előrelépések mind Magyarországról, mind pedig külföldről vonzani kezdték az új betelepülőket, az iparosokat és polgárokat. Kulturális központ. Pest klasszicista stílusa a reformkorban alapozódott meg, míg Budán a barokk épületek túlsúlya volt jellemző. Az 1838-as nagy árvíz után Pest az 1860-as évekig tartó újjáépítés során nyerte el a mai városi szerkezetet, a klasszicista stílus felváltotta a korábbi barokk jegyeket. Kiépült a városközpont, a Váci utca elnyerte a mai szerepét. A kor leghíresebb építésze Pollak Mihály és Hild József volt. József Nádor támogató tevékenysége Buda és Pest fejlődésére is kedvező hatással volt, paloták mellett szállodák épültek. A kulturális élet jelentős felpesdülése volt érzékelhető. 1833-ban adták át a Vigadó épületét, 1837-ben pedig a Pesti Magyar Színházat. Társadalmi változások. Buda és Pest lakossága a reformkorban a háromszorosára nőtt, amelynek nagy szerepe volt a betelepüléseknek. A korábbi lakatlan külvárosi területek beépítése volt a látványos, de az új igényeknek megfelelően a városközpont is átalakult. A közegészségügyi viszonyok javítására az orvosi ellátást fejlesztették. A város etnikai összetétele vegyes volt, de ebben az időszakban még német többségűnek számított. A szabadságharc bukásától a kiegyezésig. A reformkori változások egyértelmű következménye, hogy a korszak végére Pest-Buda vitathatatlanul az ország politikai központjává vált, annak ellenére, hogy az országgyűlés továbbra is Pozsonyban ülésezett. 1848-ban a március 15-i forradalom is itt robbant ki, ide költözött át az országgyűlés, itt működött az első felelős magyar kormány. 1849. január elejétől május 21-ig azonban a város a császári haderő kezébe került, így Debrecen lett az ország átmeneti központja. A szabadságharc leverése után Pest-Buda előtérbe került a hatóságok oldalán, mint a forradalom központja. A lakosság megfélemlítése céljából ekkor épült a Gellért-hegyen erődként a citadella. Buda és Pest az országos gazdasági élet központja volt, azonban a pénzügyi befektetések leginkább az iparvidékekre érkeztek. Kivétel ez alól a vasút építése, mert a 19. század végére egy Budapest központú, centrális szerkezetű vasúthálózat jött létre. 1861 után az újraülésező országgyűlések helyszínéül Pest szolgált, emiatt a politikai élet kiemelt fontosságú települése lett. Dualizmus. A politikai konszolidáció révén Pest és Buda, majd Pest, Buda és Óbuda 1873-ban történt egyesülésével Budapest fejlődése felgyorsult,
és a korszak végére már Európa 10 legnépesebb városa közé tartozott. A nyugat-európai nagyvárosokat az urbanizáció mértékében is utolérte. A magyar cél az volt, hogy az 1867-ben létrejött osztrák-magyar monarchia dualista államként két központú legyen, vagyis Budapest Bécssel egyenrangú központtá váljon kulturális és gazdasági értelemben is. Gazdasági beruházások. A reformkori ipari fejlesztések folytatódtak, valamint az állam új beruházásokat is támogatott jelentős adókedvezmények által. A beruházásokhoz itt voltak a legelőnyösebbek a feltételek, a szakképzett munkaerő és az infrastruktúra szempontjából is, mivel Budapest a közlekedés központja is volt. A hazai bankrendszer központjává is vált, a bankok is itt fektettek be, hiszen a tőke itt térült meg a leggyorsabban. A feldolgozóipar számára is bővülő piacot jelentett a főváros, mivel az igazgatási rendszer egyre összetettebbé és nagyobb munkaerőigényűvé vált. Városfejlesztés. Budapest tervszerű fejlesztésére jött létre a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, Podmanicki Frigyes vezetésével. A tervszerű fejlesztés eredményeképpen egymástól elkülönülő, különböző funkciójú városnegyedek létesültek. A politikai irányítás, a kereskedelem és a bankvilág központja a belváros lett, elkülönültek a gyárnegyedek, a munkásnegyedek, a pályaudvarok, a nagykörút által meghatározott lakóvezetek, valamint az arisztokrácia és a nagypolgárság lakóhelye. A belvárosi rész egységes stílusú lett, új politikai és kulturális középületek épültek ebben az időszakban, mint például az Országház, a Bazilika, a Szépművészeti Múzeum és az Operaház. Ekkor építették meg a Hősök terét és a Vajdahunyad várát is. Budapest alapvető közlekedési szerkezete a sugárút és a nagykörút ekkor jött létre. 1887-ben útjára indultak az első villamosok, 1896-ban pedig elkészült a föld alatti vasút. A rakpartok kiépítése kiemelt fejlesztés volt, valamint a Dunahidak is ekkor épültek. Kávéházak, színházak, mozik, könyv- és újságkiadók, sportklubok nyíltak sorra. Budapest asszimilációs szerepe is jelentőségteljes volt, a magyarokból, németekből, zsidókból, szlovákokból álló lakosság a korszak végére lassacskán magyarrá vált. Budapest világvárossá vált, azonban jelentősen elszakadt a lassabban fejlődő vidéktől, nem volt meg a főváros és a vidéki nagyvárosok közötti átmenet. Ha tetszett a videó, nyomjatok a like gombra, és kövessétek csatornánkat, hogy ne maradjatok le az érdekesebbnél érdekesebb tartalmakról. Továbbá látogassatok el az érettségi.com oldalra, ahol számos kidolgozott érettségi tétel közül választhattok a sikeres felkészülés érdekében. Sziasztok!